Tisztelt pedagógusok, béndiákok, iskolatársak, végtisztességtevők! Madách Imre tanítása szerint a cél a halál, az élet küzdelem, és az élet célja a küzdés maga. A karantén idején futótűzként terjedt a híre, meghalt Borsos István igazgató úr, befejezte földi pályáját. Szinte hihetetlen, hogy az az ember, aki tegnap még fáklyaként világított, ma már örökre lehúnyt a szemeit. Meggyőződésem, ha nincs ez a helyzet, nagy tömeg kísérte volna utolsó útjára. Sajnos ez a lehetőség nem adatott meg számára, számunkra. Mi, akik tiszteljük, tiszteltük, nagyra becsültük, nem engedhettük a helyzet ilyettén alakulását. Találkozásaink alkalmával megbeszéltük, mihelyt lehetőségünk adódik, őhozzá méltóan fogunk elköszönni tőle. Mint tudjuk, mindennek rendelt ideje van. Ennek most jött el az ideje. Borsos István volt az az ember, akire mindenki felnézett, tisztelte, becsülte. Féltünk, vagy legalábbis aggódtunk, hogy a nyári üdülési szezonban vajon mindenki el tud-e jönni, tiszteletét tudja tenni, aki indítatást érez. A látvány felemelő, szívet, lelket melengető, méltó földi pályájához, emberi nagyságához. Tisztelt gyászolók! Ő volt az az ember, aki arca ragyogásával, tiszta tekintetével a beszélgető partnerét magához emelte. A bölcs szerint a halhatatlanság első feltétele a halál. Borsos István szellemi hagyatékát ezrek őrzik, szobrai generációkon átívelően hirdetik az alkotó ember tiszteletét. Kedves emlékezők! Baszíné Veres Hajnalka abban az évben búcsúzott az Encsi gimnáziumtól, akkor ballagott, amikor igazgató úr 32 éves szolgálatát befejezve nyugállományba vonult. Igazgató úr szerette a szép verseket, tisztelte a versek előadóit. Hajnalka a különböző alkalmakkor sokszor mondott verset iskolai rendezvényeken. Zene fülemnek szép előadásmódot dicsérte. Gondolkodását, gondoskodását, szeretetét Füst Milán Este van című versével hálálja meg. Füst Milán, este van. Mire rám mutatnál, nem vagyok. Akár a csillag, mely lefut a tétovák előtt, olyan volt életem. Oly hamari volt csak ugyan, oly gyors és hebehúrja ez a lét. Bizony én el sem tudom hinni, hogy e kuszasság, e hegyén hátán bennem tornyosuló összevisszaság most nyugalomra tér. S elrendeződik-e? Felej rá, hogyha tudsz. Nagy ívben esteledik körülöttem mindenütt. Az ég is tágul, gömbölyűbb a föld, s mi apró cseprő volt, felszívatik, s egyetlen hangdong, hogy este van, s egy új mutat az ég felé, hogy ott az én utam, mégiscsak ott, mert jóvalék.
mert rossz nem tudtam lenni. A ma nagy parancsokat nem törtem meg, ha ingadoztam is. Így volt-e mond? Felelj rá, hogyha tudsz. S a borús ég is meghasad vígasztalásomul. Egy kis derűlám mégiscsak jut nekem. A messzességben, ott, hol domborul a csendes óceán, s mint óriás cet csillog a tengerháta, ott képzellek el zöld sziget és zöld árnyékaid, ha többé semmi sincs. Ott ferdén fordul el a föld a semmiség felé. Vigyél el még oda. Még hazát is találok ott a vég előtt. Én hontalan. Jöttöm hírére tán, akiről álmodik, elém befut. Már várnak ott. És ez jól esik. Így lesz-e mond. Felelj rá, hogyha tudsz. A legifjabb generáció képviseletében polgármester úr Mikola Gergő búcsúzik. Tisztelt gyászoló család, barátok, Encsi lakosok! Gyermekként az első Encsi nevek között volt Borsos Pista bácsi neve, akit megjegyeztünk, megtanultunk. Bármerre jártunk a városban, az ő alkotásaival találkoztunk közterületeinken, parkokban és az iskolákban. Sőt, sokszor a játékokhoz is bevontuk a szobrait. Emlékszem, mennyit leskelődtünk iskolába menet az udvarára, ahol tucatnyi, szemnél szebb remek művet fedezhettünk fel. Gyakran láttuk, ahogy éppen alkotott, sokszor önzetlenül felajánlva a köztereinkre, a város és az itt lakók javára. Már több mint 56 éve, hogy iskolaigazgatóként jelentősen kivette a részét a gimnáziumunk megalapításából, építéséből, szellemi udvarának kialakításából. Középiskolásként megtapasztalattam ezt a szellemiséget, oktatási színvonalat, amely az ő tevékeny közreműködésével indult, formálódott, és annyi sikeres embert készített fel az életre. A város kulturális életében is meghatározó emberi tényező maradt a mai napig. Tagja és alapítója volt a Városvédő és Szépítő Egyesületnek, kiállításokon tekinthettük meg a munkáit, mely most is a Városháza kiállító termét díszíti, oktatta a fiatal tehetségeket, és az egyik alapítója volt az Encsi Országos Képzőművészeti Alkotótábornak. 8 éven keresztül városunk képviselőjeként segítette Encs közéletét. Országos jelentőségű díjaival, elismerésével és kiállításaival Encs és az encsiek hírnevét vitte el nagyon sok helyre, és erősítette meg.
Csak néhány ezek közül az 1995-ös Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztje, a 2007-es Csokonai Vitéz Mihály díj, 2010-ben pedig a városunk Pro-Urbe Encs kitüntetéssel jutalmazta folyni nem akaró alkotóvágyát. Encs város önkormányzata és képviselőtestülete nevében mély fájdalommal búcsúzunk Pro-Urbe díjas alkotónktól, iskolaigazgatónktól, Borsos Istvántól, aki nélkül a mai Encs, amit ismerünk és szeretünk, nem létezne. Isten nyugasztalja Pista bácsi! Dr. Varga László országgyűlési képviselő, az MSZP alelnöke, megyei elnöke ind búcsút. Tisztelt megemlékezők, gyászolók, tisztelt gyászoló család! Sokunknak adatik meg, hogy a hétköznapokban picit jobbá tegyünk dolgokat, azért dolgozhassunk, hogy működő rendszereket kicsit hatékonyabbá, jobbá tegyünk. A semmiből valamit létrehozni, ennek a képessége azonban nagyon-nagyon kevés emberben van meg. Pista bácsiban ez megvolt. Nagyon sokan ismerték, szerették, tisztelték, nem csak itt Encsen, hanem a megye számos pontján. Tudják jól, hogy a semmiből teremtett iskolát, semmiből teremtett gimnáziumot, egy olyan gimnáziumot, amelynek 32 éven keresztül volt a igazgatója, és a kőbe is, tulajdonképpen a semmibe formát látott, szobrokat hozott létre. A semmiből valamit alkotni hatalmas dolog, én úgy gondolom, és csak igazán kivételes emberekben van meg ez a képesség. Én rendkívül büszke vagyok arra, hogy a rendszerváltás óta Pista bácsi az MSZP közösségének a tagja volt. Rendkívül büszke vagyok arra, hogy közszereplést vállalt, hogy önkormányzat tekintetében is dolgozott a közösségért. És hogy hát ez a közösség el is ismerte az ő munkáját. Talán csak most fogom fel igazán, ahogy a fotójára néztem, hogy nem fogunk már találkozni a taggyűléseken, nem fogom hallani a véleményét nagyon sok olyan dologról, a város, a megye és a világ dolgairól, amiben igenis számított a véleménye és a bölcsessége. Jó volt a véleményét és az álláspontját mindig hallani, és jó volt néhány mondatot váltani mindig a megbeszéléseink után, amikor nekem, mint talán a pályám elején, közepén levő embernek, közéleti embernek jó tanácsokat adott, nagyon bölcs tanácsokat. Én azt szeretném kívánni mindannyiunknak, hogy éljünk egy olyan megyében, éljünk majd egy olyan országban, ahol nagyon sok ilyen ember vállal közszereplést. Ahol nagyon sok ilyen ember mondja azt, hogy a hétköznapokban azután, hogy a semmiből valamit teremt, azután vállalja ezt a nehéz munkát a közösség, szűkebb, nagyobb közösség érdekében is. Nagyon büszke vagyok rá, hogy ismerhettem Pista bácsit. Nyugodjék békében! Tisztelt emlékezők, az élet a legnagyobb forgatókönyvíró. Úgy terveztük, hogy az iskola alapító társ, Galát János, a legendás testnevelő, a jó barát, az első évfolyam osztályfőnöke fog búcsút inteni neki. Sajnos betegsége ebben megakadályozta. De gondolatait, érzéseit rábízta osztály egyik eminensére, dr. Fehér Alajos egyetemi tanárra, aki tolmácsolja nekünk ideillő gondolatait. Fehér Alajost kértük meg arra, és nagy tisztelettel tett neki eleget, hogy a véndiákok nevében is búcsúzzon, így most kettő szerepkörben köszön el. Kedves iskolatársak,
emlékezők, gyászolók. Sokan és sokféleképpen emlékszünk Borsos Istvánra, a barátra, a tanítóra, a kitűnő humorérzékű, széleskörű műveltségű alkotóemberre. Galáth János tanár úr szavait a következőkbe szeretném tolmácsolni. Sajnos nem lehetek már vitézlő harcos, nem búcsúzhatok el személyesen barátomtól, egykori főnökömtől, Borsos Pistától. Visszanyúlva a kezdetekre, világosan emlékszem rá, amikor ez az iskola, amelyik ma már erős lábakon áll, szinte a semmiből jött létre. A semmiből úgy, hogy volt egy kiváló ember, egy kiváló karmester, aki képes volt az ország sok szegletéből virtuózokat összegyűjteni, és mindegyiküket zenekarrá kovácsolni. A zenekarban mindenki szabadon játszhatott, szabadon taníthatott, szabadon mondhatta el a gondolatait. Akinek olyan véleménye adódott, ami esetleg nem tetszett volna a vezetésnek, azt is elmondhatta nyugodtan, semmilyen retorzióról, jutalommegvonásról, másról szó sem lehetett. Tulajdonképpen ő egy kolléga volt közöttünk, akinek a vezetését mindenki elfogadta, aki egy irányba vezetett bennünket. Még egy fontos gondolat, minden bizonnyal ti diákok is úgy emlékeztek rá, mint ahogy mi tanárok erre visszaemlékszünk, hogy egy úton jártunk. És ezen az egy úton a szeretet, egymás megbecsülése vezetett és motivált bennünket. Mindezek pedig egyenesen következtek Borsos István jelleméből, egyéniségéből. Isten veled, barátom, nincs messze az az idő, amikor újra találkozunk. Péteri Pista barátommal mi is összegyűjtöttünk néhány csokrot, gondolatcsokrot, emlékcsokrot az öreg diák létünkből. Sajnos Pista sem lehet közöttünk, kórházban van, és így nélkülöznünk kell nem csak őt, hanem művészi, szuggesszív versmondását is. Mi is élénken emlékszünk arra az időszakra, amikor Borsos István alig több, mint 12 évvel idősebben, mint mi voltunk, megteremtette az iskolánkat, megszervezte, megalapította. És kollégáival együtt több mint 3 évtizeden keresztül képes volt arra, hogy máig is ható szellemiséget a város, a megye határain túl is jelzett, jegyzett szellemiséget hozzon létre. Szívből reméljük, hogy az a szellemiség a jövőben is így marad majd. Az iskolateremtés vitathatatlanul sikeres volt. Volt iskolatársaink közül nagyon sokan szereztek diplomát, lettek jeles szakemberek. Még magasabb azoknak a száma, akiknek a gyermekei szereztek a szüleiknél magasabb végzettséget. A szellemi tőkében, divatos szóval, egyébként a kiművelt emberfőkben egykor oly szegény abaúj, ma már az ország más területei számára is biztosít szakembereket. Tanárként is örökre emlékezetes marad számunkra. Pistával mindketten humán érdeklődésű tanulók voltunk. Borsos tanár úr mégis közel tudta hozni hozzánk a matematikát és a fizikát. Én ma is, ha kezembe veszek egy-egy ilyen tárgyú könyvet, az ő arcát látom, ahogy a táblánál lelkesen magyaráz, ahogy a fizikai előadóban kísérletekről számol be és kísérleteket mutat be. A tanításában sose éreztem semmilyen kényszert, csak azt, hogy lehetőségeket nyit meg előttünk. Az egyik interjúban azt mondta, hogy önállóan gondolkodni tudó és merő, a saját igazáért mindig és mindenütt kiálló, a szépre és a jóra fogékony, a társas kapcsolatokra vágyó ifjúságot szeretnék nevelni. Meggyőződésem, hogy tanítványainak több mint 1000-es száma
egyértelműen bizonyítja, hogy a pedagógiai, nevelési elvei a gyakorlatban is valóra váltak. Nem csak az iskolában tanított. Részt vett mind a 10 érettségi találkozónkon, és minden egyes találkozón több évre kiható munícióval látott el bennünket. Saját készítésű plakettjei, kedves történetei mindmáig elevenen élnek bennünk. Lelkes, optimista ember volt, még a 4 évvel ezelőtti találkozónkon is. Példát mutatott szinte a számunkra. Soha nem váltott sem hitet, sem meggyőződést. A nyugdíjas éveket, a nyugdíjba vonulást sem úgy élte meg, mint egy törést, hanem mint egy kihívást, mint egy lehetőséget, a művészete is akkor virágzott ki igazán. Lao Tse-nek tulajdonítják ezt a közel 2500 éves, a Tao Te Ching-ből származó mondást, hogy aki pedig meghal, de nem felejtik el, az halhatatlan. Őt magát is foglalkoztathatták hasonló gondolatok a 8. X felé közeledve, amikor egy interjúban így szólt, hogy tudom, hogy a testem meghal, de a gondolataim, az érzéseim, amelyeket a szobrokba faragtam, több évszázad múlva is léteznek majd. Kedves iskolatársak, segítsük elő, mindnyájan, hogy Borsos István emléke sokáig fennmaradjon. Folytassuk ezt a mai emlékezést, vigyük el gyermekeinket, unokáinkat, a közeli és a távoli településeken lévő sok-sok köztéri szobrához. Álljunk meg a rakacai márványból készült szobrok mellett, és meséljük el, amit tanított bennünket, amit róla tudunk. Hadd ismerje meg az ifjúság, minél több gondolatát, hadd élje át, minél több érzését. És egyszer talán majd az unokáink is elviszik a saját unokáikat, elmesélik, amit tőlünk hallottak. Hogy tudják meg a távoli leszármazottak, hogy ki volt Borsos István? Az intézményvezetők nevében Vajkóné Zsíros Emese Váci Mihály Akáca forgószélben című versével int búcsú. Váci Mihály Akác a forgószélben. Kit bármilyen szél eltéphet a tőtől, s amelynek lombja kivirult a földtől, csak lenge gyom, mely az avarból nőtt föl. Súlyos magként hullottam én a mélybe. Átjárt, feszített íze, hűvössége, s ott nyílt ki szívem, mint két sziklevélke. S most átkarolom millió gyökérrel, szívós, görcsösen tartó öleléssel, mi engem nevelt, nem engedem én el. Életünk frissen nyílt barázda mélye. Feltépet átkai jó televénye, botlasztó hantjai szik keménysége, bennetek fogantam. Már nincs egy rökse, melyhez ezer hajszál gyökér ne kötne, s mit gyökereimmel ne én fognék össze. Mint könyörgő ujjak, úgy kulcsolódom, minden omló göröngyre, s úgy fonódom, hogy körülöttem a táj szét ne hulljon. Gyökereim egyetlen porszemet sem engedtek szóródni forgószelekben. Égő szikez, benne gyökereztem. Tövises és virágzó szerelemmel karollak, drága föld, te se engedj el, ne engedj szállni a szelekkel. Tisztelt igazgató úr, álmod örök álmod csendesen, az Encsi temető hűs árnya alatt. Legyen számodra szép álom, s legyen számodra könnyű erőg. Nyugodj békében. Kedves egybegyültek,
Nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien eljöttetek megemlékezni édesapámra, és szeretnék egy olyan gondolatot megosztani veletek, ami mindannyiótoknak szól. Amikor már tudtam, hogy az utolsó találkozás elérkezett, elmentem elköszönni, és azt terveztem, hogy elmondok minden jót és szépet, amit szeretnék, és aztán 10 percet engedtek. És eldöntöttem, hogy ha 10 perc, akkor 10 perc, és én elmondom neki, hogy mennyien szerették, mennyire büszkék rá az emberek, a családja, és 3-szor mosolycsajtom az arcára, sose fogom elfelejteni. Az első mosoly, amikor mondtam, hogy nagy családja, minden tagja mennyire szereti, és örökre velünk van. Másodjára elmondtam, hogy a rengeteg diák, amit itt is meghallgattam tőletek, viszi a nagy világban azt a sok jóságot, amit beléjük sugárzott, és jó embereket nevelt, és ezek a jó emberek majd megint jó embereket nevelnek. Ezen is elmosolyodott, és láttam a hálát a szemében, és örült, és tudta, hogy ez így igaz. És a harmadik, ami szintén itt elhangzott, a művészete. A gyönyörű szobraid. Nem is tudom, hol volt ennyi időd a munkád mellett ennyi szobrot alkotni. Erre 24 óra nem elég. És ott állnak mindenütt. És tényleg önzetlenül hirdetik az elkövetkezőknek hosszú évekre, hosszú évszázadokra, hogy mit ér az ember, és miért érdemes élni. És ez az egyetlen szó, a szeretet. És a végén azt mondta, mondd meg neki, hogy én is szeretem őket. És megcsókolta a kezem. És ez örökre velem marad, és nekem kellett volna megcsókolni az ő kezét. De köszöntem a háláját az unokákért és a szép szavakért, mert én így éltem meg. Édesanyám nevében egy verset választottunk, ami, ha jól tudom, elhangzott a öreg diákok az első osztály találkozóján. Ebből olvasnék föl egy részletet, ezt anya választotta, közel érzi magához. Viszont látásra mondom és megyek. Robognak vonatok és életek. Bennem legbelül valami remeg. Mert nem tudom, sohasem tudhatom. Szoríthatom-e még azt a kezet, amit elengedek. Így búcsúzzatok ti is egymástól, hogy minden találkozás fontos és megismételhetetlen, és én is így búcsúzom mindenkitől, aki jelen van. Köszönjük szépen még egyszer apa nevében a sok szépet és jót, amit meghallgathattunk.